tábla? Ez egy stop tábla. És? Azért szükséges, hogy álljunk meg. Biztonságos óvoda címet nyert el a bátaszéki hagyományőrző óvoda. Simon Csabáné, az intézmény vezetője úgy fogalmaz, szeretnék, hogy a gyerekek már kiskorban elsajátítsák a közlekedés szabályait. Több gyerek jár kerékpárral, de az intézmény falai között is kapnak olyan eszközöket, például futóbiciklit, rollert vagy éppen társasjátékot, melynek segítségével több ismeretet szerezhetnek a forgalmi szabályokról. Azonban az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével létrehozott programjának köszönhetően felkészültebben több kellékkel tudják bővíteni a kicsik ismereteit. 2020 tavaszán lettünk figyelmesek erre a pályázati lehetőségre. Nagyon örültünk neki, hogy bekerülhettünk ebbe a programba. Ezáltal olyan módszertani segédletet, olyan oktatási anyagokat kaptunk, mely megvalósítása során a gyerekeket közelebb tudtuk hozni a biztonságos közlekedés szabályainak megismerésében. Két csoportunk, az oroszlán csoport, meg a kutyus csoport óvodapedagógusai vállalkoztak erre a feladatra. A foglalkozások során a gyerekek megtanulták, hogy például hogyan kell szabályosan közlekedni a járdán, vagy átkelni az úttesten a zebrán, vagy akár a távolságot felmérni, vagy bizonyos táblák megismerésére volt alkalom, vagy tudatosult bennük, hogy a közlekedésben mit jelent a piros meg a zöld jelzőlámpa. A szülőket is bevontuk ebbe a projektbe, hiszen ők azok, akik elsődlegesen mintát adnak a gyerekek számára, abban, hogy egyáltalán a szabályok betartására való hajlandóságot sajátítsák el. Nagyon örülünk ennek a külső elismerésnek, ez már a második óvodánk számára. Úgy gondoljuk, hogy itt még nem fog megállni ez a folyamat. Szeretnénk belső tudás megosztás során a többi csoportnak is átadni, illetve szeretnénk, ha lehetőségünk lesz rá, továbbvinni, továbbfejleszteni ezt a projektet. És hát ha elérünk egy bizonyos szintre, akkor a pedagógiai programunk részévé is válhat. Nem titkolt cél, hogy majd szeretnénk, itt az óvoda területén egy nagyon szép kis ligetes udvarunk van, ott majd egy kis közlekedésparkot létrehozni, egyelőre majd ideiglenesen, és hát a későbbiek során akkor ez nálunk maradhatna. Zolika jól be van öltözve? A biciklizéshez? Igen. Van rajta? Bukósisa? Van rajta? Tenyérvédő? Könyökvédő? Térdvédő? És van rajta még láthatósági mellény is. A Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság ügyvezető elnöke azt mondja, a biztonságos óvoda program célja az óvodások közlekedésre való felkészítésének elősegítése, amely jó alapot nyújt majd a jogosítvány megszerzéséhez is. Gyakorlatilag ez az Országos Baleset Megelőzési Bizottság és a Közlekedési Tudomány Intézetnek egy közös projektje, ami azt jelenti, hogy az óvodás kortól megpróbáljuk a közlekedésre nevelést, és ebben van egy olyan pályázati lehetőség, ahol óvodák pályázhatnak, és ez alapján gyakorlatilag két óvoda pedagógust felkészítésben részesül, akik majd az óvodán belül a közlekedés nevelésre utaló magatartásokat megtanítják. Nyilván itt a kisebb, legkisebb korosztályról beszélünk, aki a közlekedésre részt vesz, főként a gyalogos, kerékpáros közlekedés szabályai. Ez azért is fontos, mert ugye, ha gyerekkorban elkezdjük a közlekedésre nevelést, akkor nyilván már amíg eljutunk egy jogosítvány megszerzéshez, legyen segédmotoros, kerékpáros vezetőengedély, vagy egy járművezető engedély személyképkocsira, akkor már egy megfelelő alapszinttel kerül oda, és gyakorlatilag így elkerülhetők már véleményünk szerint a gyerek meg balesetek is. Hál' Istennek Tolna megyében ez nem jellemző, hogy gyerekeket ütnének el.